Üdvözöllek titeket! A mai előadás témája az időjárás előrejelzés értelmezése, a légkör fizikai tulajdonságainak jellemzése, a légnyomás mérése, illetve a csapadékfajták lesz. Kezdjük azzal, hogy a Föld mai légkörének összetétele térfogat százalék alapján a következőképpen alakul. fő összetevői közé tartozik a nitrogén, kb. 78 térfogat százalékkal, utána legnagyobb térfogat százalékkal az oxigén, ez körülbelül 21 térfogat százalékot jelent, valamint algon, kb. 9% százalék, széndiokszid körülbelül 3 század százalékot tesz ki a légkörből. Ez a négy gáz együtt véve alkotja a levegő 99,998 ezred térfogat százalékát az összes többi gáznak, úgynevezett nyomgázoknak mindössze 2000-nyi, 2000 százaléknyi 2000 térfogat marad. A Föld mai légkörét, légkörének összetételét állandóság alapján is csoportosíthatjuk. Ebben az esetben azt vizsgáljuk, hogy az életük gáz a térben és időben mennyire állandó. Ennek függvényében három csoportot különítünk el. Állandó, változó és erősen változó gázokat. A világűrből rápillantva a Földre, és megnézve, láthatjuk ezt a halovány vonalat, áttetsző vonalat, ez jelzi a Föld légkörét. Nagyon érdekes, kék színű, egy buroként veszik közre, ami a világűrből is jól látható. Visszatérve az állandóság alapján történő légköri gázok osztályozására, állandó gázoknak nevezzük azokat, melyek, mennyiségük, melyek mennyisége hosszú időn át változatlan marad. Föltörténeti időskálán azonban ezek sem állandóak, nitrogén és oxigén, gondoljunk korábbi tanulmányainkra, ezeknek az arányai, térfogat százalék arányai, ezek jelentősen módosultak a föltörténet során. Megkülönböztetünk még változó gázokat. Ezek mennyisége néhány évtized alatt észrevehetően, jól érzékelhetően változik. Ide tartozik például a vízgőz. A gázokon kívül sok szilárd és cseppfolyós anyag van a levegőben, általában ezek alkotják az erősen változó gázokat. Definíció szerint. Változó gázoknak azokat a gázokat nevezzük, melyek mennyisége néhány évtized alatt észrevehetően változik, ilyen például a szén-dioxid, koncentráció lékerűben vagy pedig az ózon. Megkülönböztetünk továbbá erősen változó gázokat is. Ezek mennyisége néhány nap alatt, vagy néhány hét alatt jól érzékelhetően, jól érzékelhetően változik. Ilyen gáz, például a vízgőz. A gázokon kívül sok szilárd és cseppfolyós anyag található még a levegőben, szétszórt disperz állapotban. Mennyiségük a légkör többi alkotójához képest és ösztömegéhez képest ellenyészően csekély. A légkör kiterjedéséről szeretnék néhány gondolatot megosztani. A föld légköre fokozatosan éles határ nélkül is, mint ahogy ezt az ábra is szemlélteti, Fokozatosan éles határ nélkül megy át bolygóközi térbe. A bolygóközi teret itt a sarki fény feletti terület jelképezi, ezért ezt a felső határt konkrétan, pontosan megállapítani nem lehet. Tovább bonyolítja a helyzetet a légkör kiterjedésének évszakos, illetve időszakos megváltozása is. Ilyen változás például az, hogy nappal a félteke fölött kiludorodik a légkör a gázok tágulása miatt, éjszaka pedig belapul, szintén a gázok tágulásával összefüggésben. A légkör kiterjedésének megállapítására gondolhatjuk, hogy a rövid hullámú rádió hullámok terjedése is segítségünkre lehet. Ugye azt tudjuk, hogy a magas légkör ionizált, az az elektromosságot vezető, és ennek a rétegeiről verődik vissza a rádió hullám, ennek segítségével terjed, és ez a visszaverődés, ez kiszámolható, hogy milyen magasságban történik. Ez mintegy 3000 kilométeres magasságot jelent. Ilyen magasságból is észleltek már visszaverődést végeredményképpen pedig azt lehet elmondani, hogy a légkör kiterjedésének meghatározására a következő elmés megfogalmazást tudjuk megalkotni. A légkör az a levegő mennyiség, amelyet a Föld a nap keringés során magával visz az űrben. A légkör tömegéről szeretnék néhány szót szólni. A légkör nyomás gyakorol a Föld felszíni testekre, ez alapján meghatározhatjuk viszonylag pontosan, a légkör tömegét. A légkör összömegét a légnyomás értékekből számolva elég pontosan ismerjük. Ezáltal ez a szám ez 5,275 ezred szer 10, szer 10, 1015 tonnát eredményez. Ez nagyjából 4 alpok tömegének felel meg, vagy pedig 1 milliószor kevesebb, mint amennyit a szilárdföld tömege képvisel. A légköri levegő sűrűsége felfelé haladva csökken. anyagának döntő többsége az alsó 20 kilométeres az alsó 20 kilométeres sávban koncentrálódik. Ha számolásokkal be lehet bizonyítani, hogy ha a sűrűség egyenletes sen oszlana el, és nem csökkenne magassággal, akkor a légkör mindösszesen 8 km vastag lenne, és azért beláthatjuk, hogy a 20 km és a 8 km között igen jelleg, igen markáns különbség van. Beszéljünk kicsit a szélről. A szelet irányával és nagyságával jellemezzük. A szél iránya mindig az, ahonnan fúj. <kül> az irányt égtájak szerint adjuk meg, a meteorológiában angol nyelvű rövidítést, illetve szögfokot használnak. A szél erősségét, sebességével határozzuk meg, ez a mértékegység, ez kilométer per óra, méter per szekundum is lehet, méter per másodperc is lehet. A szélerősség skálát Sir Francis Beaufort admirális készítette el a 19. században, így a szélerősségét Beaufort skálán, róla elnevezett Beaufort skálán mérjük. Beszéljünk egy kicsit a csapadékfajtákról. A talajmenti csapadék és a levegő miatt alakul ki, a levegőt ebben az esetben vagy a földfelszín hűti le, a talajt ebben az esetben vagy a földfelszín hűti le, vagy egy más területről odaáramló ö, légtömeg, hidegebb légtömeg ö, fejtik ki ezt a hűtő hatását. Amikor a földfelszín hűti le a levegőt, a talajmenti csapadék harmat, dér, zúzmara ö, formájában ö, úgymond kicsapódik, ö, megjelenik a tárgyak felszínén. A derült szélcsendes éjszakán, a lehűlő felszínt úgy hűti le a levegő alsó rétegét, hogy hőmérséklet a harmad pont alá csökken, a feleslegessé váló vízgőz tartalma 0 fok, 0 Celsius fok felett kicsapódik, mint harmad, 0 Celsius fok alatt pedig, mint dér csapódik ki a tárgyak felszínén. Egyes félsivatagokban csupán a biztosít életlehetőséget a gyér növényzet számára. Nálunk főként a nyári szállasság idején jellemző harmat könnyíti meg a növények számára a csapadék hiány elviselését. Ez az aszályos időszakokban is jelentkezik hajnalonként. Amikor az erősen lehűlt felszín fölé szeles, ködös időben melegebb, vízközben gazdagabb levegő áramlik, és hőmérséklete 0 Celsius fok alatt csökken pontja alá, a vízgőz feleslege, mint jégkristály csapódik ki, és ezt, ezt a jelenséget nevezzük zuzmarának. Beszéljünk egy kicsit a hulló csapadékokról. Ha a levegő felemelkedik, lehűl, csapadék képződhet. A levegő felemelkedésének különféle okai lehetnek, ezek közül a legfontosabbak, a felmelegedés, illetve a domborzati akadály miatt történő felemelkedés. Ilyen például a főnszél is, melynek sematikus ábrája itt található. Főnszélről a későbbiekben még bővebben szótaitek. A levegő felemelkedése melegedés által tárgyaljuk át el, először ezt az esetet. Felmelegedő levegő azért emelkedik fel, mert kiterjed, térfogata megnő, ö, ö, sűrűsége ritkábbá válik, kisebb sűrűségű lesz, és ezért a környékén kisebb sűrűség miatt azok felé emelkedik. Emelkedés közben a levegő 100 méterenként mintegy 1 Celsius fokot hűl, amennyiben pont elérése után is folytatódik az emelkedése és ülése, megkezdődik a felhőképződés. A felhőképződés megindulásától kezdve a tovább emelkedő levegő hőmérséklete 100 méterenként általában már csak mindegy fél Celsius fokkal csökken. A vízgőz kiválásakor ugyanis hő szabadul fel, az a hő, amit a levegőbe kerülő vízgőz párolgása során von el a környezetétől. Ez a felszabaduló hő mérsékli a további lehűlést. Amikor a levegő hevesen nagy magasságba emelkedik, ez főként nyáron történik meg, a vízcseppek jéggömbökké fagynak, a levegő felfelé áramlása újra és újra magával ragadja a nehézségi erő hatására lehulló jéggömböcskéket. Közben egyre több víz fagy rájuk, majd ezek a jégszemek lehullásával megkezdődik az úgynevezett jégeső. A legtöbb csapadékot adó felhőben a parányi jégcseppek növekvő és növekvő jégkristályok együttesen vannak jelen. Amikor a jégkristályok már annyira megnövekedtek, hogy felszálló légáramlásban már nem lebegnek, elkezdenek úgymond zuhanni, megkezdődik a csapadék kihullása. A lefelé hulló jégkristályok útközben elolvadnak, ha a levegő hőmérséklete 0 C fok alá akkor a csapadék, mint hó, éri el a felszínt. Beszéljünk egy kicsit az ábrán látható esetről. A levegő felemelkedése domborzati akadály miatt. A hegységek uralkodó széliránya szemben fekvő oldala csapadékos, mivel a felemelkedésre kényszeríti az áramról levegőt. Erről az ábráról leolvasható, hogy valószínűleg a, ennek a képzeletbeli hegynek a bal oldaláról ö, fúj a szél, és azon az oldalon emelkedik fel, majd pedig ö, csap ö, át. Ö, mivel hőmérséklete emelkedés közben 100 méterenként 1 Celsius fokot csökken, harmad pontját 1000 méteres ö, emelkedéssel ö, 0 Celsius fokon éri el. Ennek a tovább emelkedő levegőnek a hőmérséklete 1000 métertől 3000 méterig terjedhet, 100 méterenként pedig már csak fél Celsius fokkal csökken egy, felhőde, egy felhő esetét vizsgálva. Ugyanakkor a hegységek szélárnyékos oldala csapadékban szegény, a leszálló levegő hőmérséklete ugyanis 100 méterenként mindvégig 1 Celsius fokot képes emelkedni, így egyre több vízgőz befogadására képes mivel abszolút, vízgő, abszolút vízgőztartalma tartalma leszállás közben nem változik, viszonylagos vízgőztartalma tartalma viszont csökken, ezáltal szárazzá válik. Ez a hegységekken átbukó, a hegységekből lerohanó száraz szén, az úgynevezett főn, melyet ez az ábra is példáz. Ezen az ábrán a főn felett látjuk jelölve a nyilakkal. Beszéljünk kicsit a csapadékvíz pusztító hatásairól. A csapadék az úgynevezett csepperózióval fejti ki pusztító hatását. A lejtőkre hulló csapadékvíz természetesen a mélyebben fekvő területek felé igyekszik eljutni, lefolyása közben, kezdetben viszonylag egyenletesen pusztítja a felszínt, mivel azonban nem létezik tökéletesen egyenletes, sima felszín, a lecsorgó víz inkább összeszedődik, összeadódik, és egyre nagyobb barázdákat alakít ki. Később ezek a barázdák egyesülhetnek, és ezek az úgynevezett öreg barázdák, amennyiben igen csak hangsúlyozottak, amennyiben ez a folyamat igen csak kihangsúlyozódik, Úgynevezett bedland vagy rosszföld alakul ki. Összefoglalásképpen az mondható el légkörünkről, hogy egy igen összetett rendszerről van szó, számos alkotóval, ezeknek az alkotóknak a változékonysága igencsak nagy, időbeli változékonysága szintén nagy, összetételükben többé-kevésbé állandók mégis vannak olyan erősen változó gázok, mint például a vízgőz, mely képes befolyásolni és akár napok vagy órák alatt megváltoztatni egy adott terület időjárását. Ehhez természetesen a rombolzatra is, is igen komoly szükség van. Az így létrejövő éghajlat, ezen komponensek által létrejövő éghajlat a légnyomás útján szintén markánsan befolyásolja a, föld, a Földön jelenlévő légkör felszínre gyakorolt hatásait, ezáltal az élő szervezetekre gyakorolt hatásait. Összességében erről a témáról ennyit lehet elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet!